Na, szép jó estét kívánok mindenkinek, sziasztok! Folytatjuk ma az Elden Ring DLC, a Shadow of the Erdtree végigjátszást, illetve hát az eltévedés, mert ugye open world játék lévén nagyon-nagyon egyszerű eltévedni ebben a játékban, szerintem ezzel nem mondtam újat senkinek, és nekem különösképpen sikerül ezt még jobban kiviteleznem, mármint az eltévedés részét. Ha jól emlékszem, az előző streamemet is úgy kezdtem, hogy respekkeltem. Hát most is respekkeltem. Nagyon-nagyon kevésnek éreztem a dex buildemen a sebzést, és próbáltam kitalálni, hogy ez mitől lehet, és nagyon sok mindent kerestem, utána olvastam, és hát nagyon sok buildet láttam, meg elemzést, és arra jutottam, hogy változtatni kell, mert lehet változtatni még, bár nem sok nyersanyagom van hozzá, meg is nézem, hogy van-e még egyáltalán Larvar tírem, hogyha szeretnék még bármikor a közeljövőbe ilyet művelni. Még kettő Larvar tírem egyébként van, de ezt már itt a DLC-be találtam, úgyhogy fogynak a lehetőségek. Tulajdonképpen a Nagakibát tartottam meg továbbra is, annyi különbséggel, hogy Keen Nagakibaként használjuk, ami azt jelenti, hogy A-val scale-el a Dexterity stattal, ami sebzésben elvileg a legjobb. Ehhez mindenképpen ugye egy kardot akarok használni, ugye a Nagakibát használom két kézben, és így egy karddal fogok előre menni. Ehhez van egy armor szettem, ez a Bloodhound Knight Helm, amit ugye megszereztem, és gyakorlatilag most ezt fogom hozzá használni. Nem is tudom, hogy ad-e bármihez mondjuk pluszt, ha én leveszem mondjuk a fejét, de úgy tűnik, hogy nem. A talizmánok igazából ugye ez a Green Turtle talizmán, ami a Stamina Recovery Speed-et emeli meg. Van egy Winged Sword Insigniám, ami a hogyha minél több támadás viszek be, egyre nagyobb sebzés lesz. Van a Shard of Alexander, ami tulajdonképpen kiadhatatlan volt szinte az összes buildből szerintem, hogy a attack power-ét a skilleknek ugye nagyban megemeli. Illetve, amit most újonnan fogok használni, ez a Fire Scorpion Charm, ami a fire attack-et emeli meg, bár a damage negation pedig csökkenti. Tehát ez egy kétélű kard, nagyon kétélű kard, de megpróbálunk ezzel tevékenykedni. Van egy finger seal-ünk, amivel tulajdonképpen kettő darab hát incantation-t, varázslatot tudunk megidézni. Az egyik lesz ez a Blood Flame Blade, ami tulajdonképpen egy ilyen kardot fog nekünk csinálni, és ez nem csak jól néz ki, hanem ugye ez blood és még flame sebzést is fog generálni. Illetve a másik buffunk, amit még néha fogok használni, most a Flame Grant Me Strength. Ugyebár a flame-re és a strength-re megyünk rá ezzel, és ez is még a sebzésünkre fog plusz értékeket rátenni, úgyhogy ez nagyon hasznos lesz, és ez kiegészül ezzel a támadással, és mivel van a Sword of Insigniánk, ami folyamatosan a minél több vágás viszünk be egy húzamban, annál többet sebez, pontosan ez a támadás lesz az, amitől azt remélem, hogy így egészen szép sebzéseket fogok tudni bevinni. Na most ezen kívül van egy ilyen, hát úgymond kiskapu, hogyha én fegyvert váltok, és most ez a egy backhand blade van a kezemben, amit találtam, bár nincs rá szükségem, viszont ennek az esofarja az most pont nem fogjátok látni, mert kifogytam az FP-ből, de megmutatom, hogyha leülök ide, hogy tulajdonképpen, hogyha én ennek az esoforját így elnyomom, akkor egy Golden Vow teljesül még pluszba, ami ha jól tudom plusz életerőt is ad, és még nagyon sok mindent pluszban.
Úgyhogy tulajdonképpen a két incantation-t tudok megidézni, illetve így a backhand blade-del egy harmadikat. És utána visszaválok a Nagakibára, akkor a buffok előnyeit élvezhetem, és mehetek így tovább. Na! A következő a helyzet. Valahogy nagy nehezen ide eltaláltam ebbe a belurat gaolba. Nem is tudom, hogy mondják ezt normálisan. Jail, vagy mi ez? Most eljutottam ide nagy nehezen, ne kérdezzétek, hogy hogyan, mert nagyon bolyongok a pályán sajnos. És itt még biztos, hogy nem voltam. Úgyhogy most elindulunk itt, és megpróbáljuk ezt kitakarítani, illetve ismerkedünk a build-el, mert rászorulunk, nagyon erősen rászorulunk arra, hogy ismerkedjünk a build-el. Viszont ez egy nagyon szép hely egyébként, nagyon szeretem ezeket a kékes, fehéres színvilágot. Hello, szia! Szerencsé, hogy nem engem lökött le. Ja igen, most megint egy másik joyt használok, amit itthon találtam, nem tudom mennyire lesz jó, mert hogyha kiderül, hogy hibás, akkor azt is le kell cseréljem azonnal. Szerencsére ő nem bánt minket. Mi van itt? Frozen Magot. Az nem tudom, kell-e bárhova. Még pluszba Frozen Magot. Úgy látom, itt elég sok ilyen jar van. Következő szintlépésünk az nincsen bántóan közel, ugyebár 184 000 rúna kell, és most tartunk 12 000-nél, úgyhogy igazából most hoppá. Per pillanat nincs mit veszteni. Azt én nagyon nagyra értékelem, hogyha van hitelni tudunk. Tehát azt én hatalmasra tudom értékelni. Aha, igen, itt leestünk, ugye mehetnénk arra lefele is, illetve itt is van valami. Nézzük meg. Igen. És hogy pont ezt akartam mondani, hogy sokszor elmondom mindenkinek, akivel beszélek erről, hogy paranoiássá tesz ez a játék, ugyanis minden egyes sarokba be fogsz nézni innentől kezdve, mert olyan helyekről tudnak meglepni ellenfelek, hogy nem gondolná az ember. Itt ide nem mehetünk le sajnos, jó. Nem baj, nem baj. Azt mondja, itt elindulhatunk lefelé. Nézem közben, hát ha felülről meg akar esetleg lepni minket valaki, de per pillanat nem. Ezek a hidakat viszont nem szeretem, mert le tudnak rajta lökni. Ezt elejét kéne venni ezeknek a dolgoknak. Egyelőre jók vagyunk, de hát ilyenkor is mindig, amikor a szélén van bármi loot, próbálom úgy fordítani a kamerát, hogy esetleg, ha valaki le akar lökni, rám akar támadni, akkor felkészültem, várhassam. Mik ezek a hangok? Ezek a... Nem is tudom, milyen lények. Ezek itt... Nem is az a jó szó rá, hogy sírnak, hanem így nyögdécselnek, vagy nem tudom pontosan, hogy... Mit csinál? Ilyen hangot hallatnak, de hogy igazából miért, azt se tudom. Ugye a sztori itt sincsen az orrunkra kötve, mondjuk úgy. Kettő is van. Ezek gyakorlatilag ingyen rúnák. Egy kicsit visszaszokunk a Nagakibához, mert útközben én elkezdtem újra az Elden Ringet egy strength-es build-el, és eléggé annak megszoktam a movesetjét, hogy vissza kell szoknia. Katonás Nagakibás történethez. De alapvetően én ezt szerettem mindig a legjobban. Ezt a Uchigatana Nagakiba fonalat. Ezt szerettem mindig a legjobban, úgyhogy az első karaktereim mind ilyenek voltak. Lehet beszélni? Ja, ezzel az átlátszóval. Jó, az.
Oké. Lehet menni balra is, jobbra is, viszont jobbra van enemy. Igen, a Naga Kibába ezt nagyon-nagyon bírom, hogy ilyen elég nagy a range. Erre próbálok figyelni, innen ne lepjenek meg. Meg itt mit összekalapál? Oké. Az ott még ilyen lootolhatós történet esetleg? Igen. Frozen meg ott. Gondolom nem lesz jó amúgy semmire sem. Material used for crafting items. Hát igen, nem craftoltam soha semmit. Ebben a játékban nem volt rá igazából szükség. Ugye 13 Estusom van. Jújj. Nagyon nem szép. Ez ilyen jarnak a belseje. Fúj. Nem szép. Elég undi volt. Shadow Realm Rune 3. Az mennyit ad, ha szabad kérdeznem? 12.500-at. Majd később jó lehet. Hú, ez nagyon undi volt. És itt ennyi? Nem lehet bemenni, ahonnan kijött. Van egyébként lámpám is, elfelejtettem fölkapcsolni, igen. De nagyon hasznos cucc. Hát itt ez zsák utcának tűnik elég erősen. Jó, akkor keresünk egy másik útvonalat. Volt még, amúgy volt még. Ó, sőt, itt lefele kéne menni. Éha. Drága barátaim, gondolom azzal sem mondok újat, hogyha azt mondom, hogy nagyon nehéz ebbe a játékba, legalábbis felettébb nehéz számomra legalábbis, de úgy tudom másnak is ezek a platforming részek, mert a halálozása az szinte magától értetődő. Már láttam olyat, aki ezt gurulással csinálja, nem merem. Még az ugrás se nagyon merem. Így is megijedtem. Mert ezekbe a láncokba ráadásul még jó be lehet akadni. Hogy legkevésbé se szeretném úgy végezni, hogy itt van még egy lépcső, vagy itt már leugorhatok. Nem, úgy láttam, hogy itt alattam. És ott lent járkálnak ilyen kis dzsárok. Jó, nem sebződtem, úgyhogy jó. Hoppá! Jó, aha, sejtettem, hogy ő meg fog érkezni. Oké. Körülbelül valami ilyesmibe bíznék. Ilyen sebzésben. Nyilván ezt nem fogom tudni mindenkin. És itt ezt a lootot miért nem tudom fölvenni, barátaim? Így már igen. Living Jar Shard és Raw Meat Dumpling. Szerintem ezek is mind ilyen kraftolósak, csak mi? Restores HP, but also poisons the user. És az miért jó? Szerintem nem jó. Itt is. Ezek a jar belsőségek, fúj. Nagyon szerettem a Naga Kiba és így a katonáknak ezeket a... Jézusom! Még rám is akart ugrani. Szeretem a katonáknak ezt a szép, elegáns, vágási stílusát. Inert meat-et lehet ezekből kiszedni. De nagyon nem szép. Föl lehet ugrálni? Ha? Csak minek, mi? Erre az utolsóra már pont nem lehet, de igazából értelme sincs. Jó, hát ide semmi értelme felugrálni. Igen, itt láttam még egy helyet itt fölöttem, ahova ideugorhattam volna esetleg fentről, de... Most már nem tudok oda jutni, gondolom, úgyhogy megyünk tovább.
Eddig egy esztuszt használtam csak el. Viszonylag sebzünk, aminek örülök. Oh, hello! Őt nem vettem észre. Meg lehet őt is seggezni, viszont nem hal bele egyből. Az hova ment az a heavy vágásom? Senki nem tudja. És valami 1600-at ad, ha jól láttam, nem figyeltem. Ajjaj, itt mindig rosszat sejtek, mert viszonylag keskeny ilyen híd. Mindig van valami, ami le akar lökni. Mekkora dzsár van ott, úristen, milyen szép egyébként ez a szentélyszerűség. Ez kurva jól néz ki. Ott lépeget valaki. Na, ő nem szimpatikus már most. Ő nem kimászik, ő dzsárral együtt jön. Ah, kurva életbe! Arrohadt életbe! Ezeket a támadásait nem is láttam eddig ezeknek. Aha. Amúgy az a szentély kurva jól néz ki. Ez a kékes-fehéres lánggal. Nagyon hangulatos amúgy. Itt nincs, aki oldalról akar? Nem. Igen. Igen. Á, pont nem értem el. Arrohadt. Na jó van már. Elkapott. Megesz. Arrohadt életbe. Nem semmi. Kusztustalanok, amúgy. Ó, oh, bazzeg! Pont a szentélyhez ide jöttem volna. Hűha, ezeket a részeket viszont nem szeretem, ahol ilyen pici a hely. Nincs helyem semmihez. Ő erősebb. Azért erősebb, mert rajta volt az a dzsár, mondjuk ott megnyitottam egy utat legalább. Hello, szia! Lehet, hogy inkább előbb erre indulnék el, amerre nyitott volt az út már eddig is, csak próbálok közben lokkolni, hát ha találok egy enemit valahol. Vagy meglep majd, amikor lootolok. Lost Ashes of War. Eléggé creepy ez a hely. Aztán franc tudja, hogy merre van az erőre mi. Föl lehet mászkálni. Viszont átugrani nem lehet, mi? Nem, pont nem. Akkor valahogy magasabbra kell majd. Eljussunk, van itt egy kis létra is. Hát ez... Eddig volt ott az a kis létra. És itt ez itt. Hát ezek meg mit csinálnak? Egyensúlyoznak? Vagy mit csinálnak? Ha. Az meg az anyukájuk? Gondolom. Jó, kettőből megvannak. Ja. Tökéletes, köszönjük. Oké. Okay. Gondolkodom, hogy még vissza kéne menni, ahol előbb voltunk. Hát, ha ott még fel lehet ugrálni ide-oda. Kérdés, hogy ide visszatalálunk-e. Lehet, meg kéne jelöljem ezt a helyet. Megjelölöm. Megmaradt a jelölés? Nem.
Nem, mert ugye pont rámegyek, mi? Jó, akkor egy picit magam mögé. Úgy. Oké. Okay. Na nézzünk azért még itt szét. Egy kicsit. Hát, ha bármi hasznosat itt még lehet találni, mert egy-két lootot láttam így a dzsárokon rajta. Smithing Stone. Nem mintha kéne amúgy, de meg azt hiszem most már tudnék is venni. Ó, hello. Smithing Stone 6-ot. Ő csak itt dzsár nélkül itt izé járkál. Megint nem ment be azé. Heavy attack. Érted, ezek meg itt izé burkolat nélkül itt izé rohangálnak, mint a hülye. Szerencsére nem látott, amikor jöttem. Meg tudtuk lepni. Hoppá! Nézzük, beakadtam a sziklába. Rohadt életbe. Inert meat. Hát ezekkel nem vagyok előrébb, gondolom. Itt is egy loot. Greater Potentates Cookbook. Imádom ezeket, hogy szakácskönyveket találok folyamatosan. Na próbáljunk valahogy fölfele mászni valahol. Oh, hello. Próbálgassunk egy kicsit fölfele tendálni. Ha jó rámesik az egyik dzsár, azt abba fogok belehalni. Hát igazából itt nem volt értelme feljönni egyáltalán. Nem tudom ma hány ilyen Frozen megottat összegyűjtöttem. És visszajutottam ide. Jó, hát akkor menjünk tovább. Megfelelően még később visszajövünk, ha úgy van. Jó. Akkor itt megöltünk egy nagy zsárt, meg két kicsit. Ó, a fenébe! Hú, de megijedtem. Ó, és ezek mind élnek. Aha. 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 Lehet, hogy ide vissza kéne jönni, nincsen. Aha, jó, széttöritek magatokat, az is jó. Nem. Jó, gyere csak át. Törd össze magad, így van. Akár le is eshetsz. Tökéletes, barátom. Tökéletes. Ne, szó szerint összetörte magát, majd még le is esett. Ezt így szeretem. Remélem, hogy ez volt itt az utolsó. Ha meg tudnak ijeszteni ezek a undormányok. Ez liftnek minősül? Lefele volt egy út, de bíztam benne, hogy hát, ha lift is lemegy magától, ha ráállok, de nem, nem nagyon mozdult. Akkor lejövök magamtól. Nem volt loot? Nem. Itt sincs, izé, semmi lazább lejárat. Ó, legalább nem sebződök, de... Ajaj! Bosshoz érkeztünk. Ajaj! Fel kéne tölteni a dolgainkat. Na most igazából ez lesz talán az első teszt, hogy hogyan működnek a buffok. Na nézzük. Ja, elbasztom a izet. Oh, hello! Ez aztán a fogadtatás.
Azt a Csak meg lehet nagy nehezen, Demi-Human Swordsman Josh. Nagy nehezen meg lett, de hát nem volt túl meggyőző, vagy legalábbis én nem éreztem ezt túl meggyőzőnek a részemről. Tény, hogy elrontottam a sorrendjét a buffoknak, de legalább sikerült. Az is valami. Hát jó. Lett 150 ezer rúnánk. 180 ezer kell a következő szinthez. Jaj, tulajdonképpen akkor ezt a kis célt, ezt úgymond sikerült akkor végig üssük, csak itt nem volt egy rész, ahova azért leülnék, mert azért megcsappantak a tartalékaim, igen. Itt volt azért egy rész, jó. Hát, egyébként nem vagyok elájulva azért a Nagakiba sebzéstől továbbra sem. Pedig 80-as a Dexterity. Elvileg az valami cap. Hard cap, az soft vagy hard cap, nem tudom ezt sohasem. Úgyhogy ez volt az egyik. És van valahol egy másik, amit szintén meg akartam nézni. Szerintem ez Ruined Forge Lava Intake. Szerintem, talán itt még nem voltam. Itt mindenképpen még most meg akartam nézni. Ezeket találtam, amiket így eddig kihagytam. Így viszont nem tudom, hogy érdemes lenne ezen addig végigmenni, amíg nem léptem szintet. Így most belegondolva. Úgyhogy lehet, hogy inkább ide visszajövök egy kicsit később. És megpróbálok szerintem... szerezni még... mennyi rúnát? Hát így 34 ezret kb. Nem egész 34 ezret megpróbálok szerezni. Úgy-úgy. Szia-szia, Waffin. Oké. Jó. Igazából a fele már meg is van. Ezekbe a fájtokba így jó bele tudok szólni. Meglepetés! Oh yes! És még a Estus-t is visszakaptam. Most már tényleg nem hiányzik sok. 5000, aha. Ez jó, ez tetszett, ez most így. Így, az tűzkutyás. Van egy Knight. Tűzkutya. Tökéletes. Mit kiabálsz? Nagyon jó, nagyon jó. Ember of Mesmer. Itt valami Mesmerrel lesz kapcsolatos ez a tüzes történet. És itt meg van egy camp, azt hiszem. Igen, ott is egy Knight. Ó, nem. Igen, ő fakie. Őt azt hittem egyből ölni fogjuk, de nem.
tökéletes, nekem így is jó. És elvileg megvagyunk. Elvileg megvagyunk, úgyhogy megyünk is vissza ide. Kérdés az, mire osszunk pontot? Ugyebár mondhatnám, hogy vigorból sose elég, de igazából a 70-nek elég kéne legyen. Endurance, hogy a staminánk több legyen, mondjuk igen. A Dexterity itt már csak egyet adna hozzá a sebzéshez, amit szerintem talán nem érdemes. Ugye a Fate lenne a másik. Most ugye, illetve az Arcane, de sebzést nem adnak hozzá. Igazából a buffok miatt volt szükség a 15 Fate-re, illetve a 12 Arcane-ra. Nem is tudom, hogy mire adjak, esküszöm. Talán a... Legyen az Endurance, mert staminából. Illetve várjunk egy pillanatot, ha a Strength-re rakok. Semmit nem jelent. Jó, akkor stamina lesz. Mert így a Equip Load is megnő egy picit, illetve a stamina is. Jó. Akkor így nézünk be ide. Hello? Oké. Okay. Na, ezek az előző helyen ellentétben, ez meg egy ilyen nagyon... nagyon lava. Nagyon lava. Will you bear my lava? Ez mi ez? Hit them where they are weakest. Erre nem gondoltam amúgy. És hol van az... Ó, bazd meg. Leesett a láva. És ez innentől... Utána robban? Elporlad. Tehát utána legalább nem robban rám. Spitting Stone van benne. Te itt... Ez csak a fejlet. Te itt, very big player, te... Egyedül vagy? Honnan hallottad, hogy jövök? Igen, nem ismerem a mozgásod, ez probléma. És nem törődsz azzal, hogy váglak. Ott is stunt. Hátulról kellett volna megütni. No stamina! Jó, meghal. Smithing Stone 4. Annyira nem volt nehéz, csak nem ismertem a mozgását, és mindenki kibaszott sokat sebez. Rohadtul sokat sebez mindenki, ezért kurva nehéz. És ezek úgymond csak ilyen sima... Most ez talán egy elit volt, nem sima mob, de... De ugye sima mobok... Egy az egyben is már baromi sokat sebeznek, arról nem is beszélve, hogyha egyszerre több van. Kicsit úgy néz ki, mint régen volt a Mimic Tear, ilyen szellem. Ből, ilyen fehéresből. Ez ilyen láva fajta. Smithing Stone-ok vannak itt mindenhol, viszont ezek egyesek. Jó, van egy-egy hármas is, meg kettest is. Találtam már, de hát na. Hello. Amúgy kurva jól néz ki ez is. Nagyon hangulatos ezekkel a láncokkal, tüzes dolgokkal. Ott lenn is van egy melák. Very big player. Oké. Okay. Na, hogy lehetne lejönni nyaktörés nélkül? Szerintem talán erre, de nézzünk vissza egy picit.
Olyan, mintha ott is le lehetne jönni talán. Aha, viszont... ahhoz nem férünk hozzá. Jó, akkor erre kell találjunk valami utat. Láva folyam. Így, az azért elég mély. Oda nem esnék csak így le. Hát ide le tudok esni. Pedig nem láttam. Innen meg már csak a földre. Na most kérdés, hogy egyedül van a melák? Vagy... vannak társai? Jó. Sweeting Stone 4, wow. Ja, hogy amúgy lett volna létre, ha. És ez oda visz, vagy ez máshova visz? Ha már így megtaláltam a létrát, akkor megnézem. Hogy teljesen elkerült a figyelmet a létre. Aha, és pontosan itt voltam eddig is, és nem vettem észre a létrát. Oké, okay, semmi gond. Most már tudom. Az ott még loot. Ege. Sweeting Stone egy fantasztikus találmány. Na. Hát legalább állítsuk be akkor ezért ezt a Bloodflame Blade-et. Bejött. Agyonvert. Agyonvert, hát kőből van. Ajjaj. Azt hittem, hogy itt emberkedhetek itt a Bloodflame Blade-del, és hogy ő majd megszakítja a támadását, mert én itt vagdalkozom. Hát nem. Hogy a merékelt ábra is mutatja, nem. Pont leszarja, hogy én itt mit próbálkozom. Baj, visszamegyünk hozzá, második kör. Na figyeljé! Haver! Mi megseggezni se lehet. Valaki lő. Te lősz. Te mocsuk. Somber Sweeting Stone 2. Kapja. Aha. Ott a pirosba lehet megseggezni, aha. Kapott még? Értem. Ó, már mindent értek. Már mindent is értek. Somber Smithing Stone 8 volt benne. Ó, wow. Igazi Smithing Stone lelőhely ez a rész. Drága barátaim, itt még lépcsőn is föl lehet jönni. Smithing Stone 3. Még egy cookbook. Fantasztikus. Komolyan már egy üzletet nyithatnék ilyen cookbookokból. Vagy hát nem is tudom. Elvánszorog a láva. Találjuk el. Esetleg még valaki? Többet most hirtelen nem látok. De mindjárt benézünk. Sweeting Stone 1, igen. Ó, itt is egy... Veribenga. Igen, ő ott a gyenge. Erre írta a felirat, hogy a leggyengébb pontját kell ütlegelni. Jó. Gas Stone, Somber Smithing Stone 6. Nagyon jó, nagyon jó.
Igen, így igazából mindegyiknek, ha a gyengéjét megismerjük, akkor jóval könnyebb dolgunk lesz. Most már akkor úgy tűnik, hogy ennek a típusnak is megvan a gyenge pontja. Rossz előérzetem van, igen. Ő is benga. Ő már eleve mérges. Ezt nem szeretem, amikor lődöz valami ilyesmi. Akkor bele akarnak szólni a harcunkba, a nemes harcunkba, a konyhás nénivel. Üde sokat kivász. És... rám akartál dőlni? Egyszer... Asztalon! Rám dő. Hílelnem kell, előbb is itt aztam el. Ajajajajaj! A rohadt életbe, hol vagyok? A halálban. Gyorsan, ki innen! Tudod mit, haver? Igen, ő annyira nem sebződött a lávában. Ő fel tud jönni a létrán, amúgy? Lehet, hogy nem. Na ez érdekes volt, nem gondoltam, hogy oda utánam fog. Smith Script Dagger. Hát daggeröket ugye nem használunk. Soha nem is használtam. Minden fél évhez kérel amúgy. Hát jó. Ah, viszont kap sebzést a lávától, mert ugye jön utánam. Most gyakorlatilag meg kéne várjam, amíg a lávától itt szépen meghal. És akkor megkapom az érte járó rúnát. Meg talán még kapok új esztuszt is. Viszont baromi lassan csökken az életereje, a hatosával megy csak le az életereje. Igazából szerintem én ezt megvárom. Teljesen jó. Amúgy egy igazi macsok volt, mert lelökött. Nincs valami, amivel megdobhatnám. Van egy pár dolgom, amivel megdobhatnám. Ja, az az inard, mi itt meg lehet dobni? Na, max kipróbáljuk. Remélem, hogy nem magamat dobom meg, vagy nem esek le, vagy... azt tudja mi. Vagy lemegyünk, megdobom, és visszajövök. Milyen türelmesen ott áll, mi? El tudok dobni odáig? Ezt mindent megkapod. Úgy. Ez ilyen damage over time. Úgy látom. Igazi gyönyörű harcosok vagyunk egyébként. Az már engem remélem nem fog eltalálni. Legalábbis nagyon szomorú lettem volna, ha az eltalál. Hát ez az inert meat, ez... hogy mondjam, majdnem, hogy kiröhögte. Barátunk. Craftra. Voltak ilyen... ilyen potok, amiket lehetett, nem? Nem is tudom, hogy az hol lehetett. Hát ilyen késeim vannak, ilyen... poison. Mondjuk a poison dart az még jó lehet, hogyha inflictelni tudok rá. Innen tudok ér... hát az a baj, hogy szerintem onnan nem. Azt kéne, el kéne ide csalogatni. Innen biztos nem fogom őt eltalálni. Meg csak le fogok esni. Úgyhogy azt nem hiszem. Na, fel akartam menni a lépcsőn! Fuck you!
Végül csak nem bírtam kivárni. Nem bírtam a véremmel. Jó. Ez is megvan. Vele nem volt így egyszerű emiatt. Viszont akkor itt egy másik útnak is kell legyen, mert ugye nem a lávába kell menni, mert azt viszont nagyon nem tolerálnám. A testem se bírná ki. Igen, ugye itt voltunk. Itt is harcoltam egy Bengával. Valami titkos fal. Azt imádtam, hogy egy-két helyen volt régebben ilyen jailekben ilyen titkos falon belüli, titkos falon belüli, titkos fal. Ez úgy vicces volt. Úgy látom, itt nincs. Viszont az a baj, hogy gyanús nekem az, hogy ide létre vezet. Mondjuk talán azért van itt, hogyha leesik valaki, mint én az előbb, akkor vissza tudja jönni, de... Ezek nem hiszem, hogy titkos falak lennének amúgy. Mondjuk ránézésre meg nem mondja senki se, pont azért titkos fal, hogy ne lehessen tudni ránézésre. Tulajdonképpen itt nincs. Hát fölöttem lenne esetleg. Oda hogy tudnék följutni? Lehet, hogy másik irányból kéne hozzá közelíteni, mindjárt megvizsgáljuk ezt a az irányt is. Aha, igen. Én itt feljövök, és ott már kilútoltam, erre viszont így még nem jöttem. Azaz. Azaz. És akkor itt tovább föl, és oda át kéne ugrani. Ajjaj. Jó. Oh, hello. De jó, hogy megmozdultam. Azt a de jó, hogy megmozdultam. Pont rám esett volna. Smithing Stone 7. Igen, itt is éreztem. Mindig a lootnál. A lootnál mindig sejthető, hogy lesz egy ilyesmi. És egyébként tényleg rajtam van az a... Ez a zöld talizmán, a Green Turtle talizmán, hogy a stamina recovery speedet megemeli. Viszont ennek ellenére már többször előfordult, hogy kifogytam a staminából. Úgyhogy már csak azért is osztottam inkább arra. Jó. Igen, most akkor itt vagyunk felül. Ó, és itt van egy glass shard. Hát gondolom az is crafting materiál. Sőt, még az se. Shard of filthy glass, worthless rubbish. Nagyszerű, imádom ezt hallani. Na ez mit csinál? Oh. Very nice. Very nice. Bíztam benne, hogy rá tudok ugrani. Lecsöppennek ezek. Durva. Aha, és itt lehet, hogy ki kéne szálljak. Arra a téletbe! De mocskos láva. Úgy... Ugye kiszállhatok itt is. Most nem tudom, hogy leszálljak-e már itt. De nem, mert azt hiszem még az eleje itt nem kéne. Igen, mert ott van az a felirat. Akkor ott nem szállok ki, hanem itt. Ez az. Hello. Anvil Hammer és Ancient Dragon Smithing Stone. Wow. Mi ez, amit találtam? Fegyver. Anvil Hammer. És ez már alapból többet sebezne,
lett a Nagakibám fullra fölfejlesztve, plusz 25, plusz S-O-For minden, ez már most többet sebezne. Á, nem, mondjuk ez a damage negation, tehát ez nem a sebzés, bocsánat, hanem a védekezés, de és ez fire-t is tolna, mert ez strength-el, dex-el mondjuk legkevésbé, meg intel, meg fate-el is scale-el. Na mindegy, ezt most ezzel a dex build-el próbáljuk abszolválni itt a dolgokat. Nem tudom, be volt a kapcsolva a lámpám, nem. Ó, és visszamehetek a bejárathoz, tehát ez ennyi volt ez a rész. Itt nincs egy boss. Itt ez volt a... Úgy látom. Úgy látom, hogy itt ez volt a... Ez a rész. Hát jó. Kérdés akkor, merre tovább? Itt vagyunk a Graveside Plain-en. Itt már megint megy a nagy harc. Ugye ez, hát nem állunk még sehol se rúnával. Ugye ezek a területeket már itt nagyjából bejártam. Ja igen. Erre lehet, hogy el kéne látogassunk, mert itt még nincs felfedezve semmi. Nem tudom, hogy mennyire korai oda menni, de az ellenfelekből ki fog derülni. Ez is, ahogy idejöttem, egy nagyon-nagyon szép kis területnek ígérkezik ezzel a szép ilyen kékes virágokkal. Úgyhogy megvizsgáljuk, hogy itt kik laknak. Itt is ezek laknak. Agyonver, baszki. Érted? Egy olyan enemy, amelyik egy vágás így le tudja venni az életemet. Jó, mondjuk megsorozott engem mindennel, amit el tudtok képzelni, de... Jó, mondjuk van köztük varázsló is, amit nem szeretünk. Meg az ilyen kutya. Főleg szellemkutya. És ő még nem is hal egyből. Ez a veszélyes. De nem. Basszus, pont el tudott még egy varázslatot indítani. Fene egye meg. De ezt is megnézzük. Lehet, hogy lóról kéne ezt csinálni, csak nem szabad megállni közben. Vannak ilyen csillagszeműek is. Ha. Oké, mondjuk az szimpatikus, nem tudom, hogy jött-e azóta update a játékra, de az szimpatikus, hogy kapok vissza Estus-t, mint ahogy most is. Ez nagyon szimpatikus számomra, mert az olyan gyenge playerek, mint én, azoknak is talán egy kicsi több esély nyílik. Ez itt mi ez? Grave Glove volt. Igen, ez a spiritekhez kell, például nálam a mimikhez, ugye őt lehet fejleszteni ilyenekkel. Nekem azt hiszem már maxra felfejlődött mimikem van. Ó, ott lent lesz egy map fragment, ez kéne először akkor megcélozni, hogy legyen egy térképünk. Az biztos, hogy gyönyörűen néz ki amúgy az egész játék. Nagyon-nagyon. Minden streamben elmondom, hogy nagyon-nagyon hangulatos is. És ugye azt mondják a nálam tapasztaltabbak, hogy a DLC-ben, hogy maga a DLC mindig nehezebb, mint az alapjáték, és ezáltal ugye a bosszok is. Most már saját bőrömön is tapasztalom, hogy igen, ez valóban így van. És hallottam, hogy még olyanok is megszenvednek a DLC-vel, akik hatalmas szintekre húzták korábban a karakterüket. Na meg lett a térkép. Ó, hogy itt még tovább jövünk itt délfelé is akár. Ó, jaj. Ó, aha. Tehát idáig nagyjából eddig volt meg a map. Így ebbe a sávba. Majd most ő kinyílt egy kicsit. Kicsit így kelet fele nyitottunk, úgy látom. Ez aztán az igazi keleti nyitás. Azt a büdös kurva élet.
Aha. És itt még ilyen kis szigetecskék is vannak, és ez a rész még mindig ködbe burkolózik. Idővel majd felfedezzük ezt is. Szia, szia, Valfin újra. Úgyhogy ez... Most meglepett, hogy itt még ennyi minden lesz egyszerre. Nézzük meg, hogy ezek itt micsodák. Így kezdjük kicsit a... Menjünk egy kicsit vissza, még mielőtt itt tovább surranunk így nagy hirtelen. Azt felejtettem el esetleg, hogy ugye vannak még larvár tírek. Oké. Szerintem nekem ezt most nem kéne a sárkányt erőltetni. Ugye vannak larvár tírek, amit kettőt már szereztem itt a DLC-be, de hogy ezen kívül még elvileg van, és ha jól tudom, akkor azok csak éjszaka látszanak. Ó, itt voltam az előbb. Jó, hogy bejelöltem. Oké. Hát igen, ezeket így megmászhatjuk esetleg, de tulajdonképpen itt a dél felé szeretnék majd eljönni, megnézni, hogy mi van. Sárkányt annyira most még nem szeretném nagyon izgatni, mert szerintem nem lennénk méltó ellenfelei a sárkánynak. Van egy olyan érzésem. És bármennyire is jó, meg elegáns a dex build, az a sárkány is hogy néz ki, asztalon tényleg. Bármennyire is elegáns ez a dex build, sajnos be kell látni azt, hogy sebezni nem nagyon sebez. Vagy én rontok el nagyon valamit a különböző buildekkel, mert az is simán elképzelhető, de valahogy sebzésben nagyon-nagyon elmarad. Valószínű, itt körbe kéne jönni, hogy fel tudjunk jönni. Igen, itt volt a map fragment. És akkor így, aha. Ki ez a kis áramos? Hello. És itt van, szintén egy ilyen. Mi az, ami rám támad? Mert nem ez a madár volt az. De te fogsz megbűnhődni. Mi volt az, amelyik árammal akart megbaszni? Szerintem nem ilyen kis őzek. Van egy olyan érzésem is. Nem ezek. Kérdés, akkor mi a franc? Deep Purple Lily. Az nagyon hasznos. Jó, hát akkor jöjjünk itt tovább délfelé. Megvizsgáljuk, mit van. Itt vannak ezek a nagy kék kukacok. Ú, itt valami óriás hangot hallok. Ah, ott is van fönn. Na most... ezek a kukacok azok? Aha. Asztalon. Ez meg dobál ilyen dzsárokat. Jézus, a lovam! Elfogytak a dzsárok, mi? Tökéletes, mert pont nem tudom őt. Nem férek hozzá! Halljál már még! Na végre! Így is van! Hál' Istennek rám eshet, és nem sebződök tőle, de... Hefty cracked pot. És ez is valami... Már kettő is van. Container required for crafting hefty cracked pot items. Ó, tudom! Tehát láttam ilyeneket, hogy ilyen tüzes potokat lehet például csinálni, ilyen nagyokat, és azokat lehet dobálni például. Tehát gondolom, ugyanúgy tudjuk majd dobálni, mint ez a
az óriás, akit most eltettünk itt láb alól. Tehát erre jó. Tehát ezért ilyen key itemnek minősül ez a cracked pot. Gondolom itt is egy ghost glove volt lesz. Igen, többinél is az volt. És akkor tovább délfelé, csak innen szépen lejövünk. Legalább ezt az óriást megtudtuk viszonylag nagyobb bekapott sebzés nélkül. Merre van az erőre? Erre. Nagyon szép ez a terület amúgy. Ez nagyon tetszik. Néhol egy kicsit esik az eső. De csak ilyen egy-két ilyen kisebb sugarú körökben. Ez mi? Ó, ezekre emlékszem. Na, ti régiek vagytok. Ó, hát ezek nem kapnak sebzést, már itt se vagyok. Hát hiába vágom, ezek röhögnek. Kiröhögnek. Még egy cookbook, hát ez fantasztikus. Ez volt itt. Nem tudok mapot nézni, mert harcban állok. Na most már nem. Vagy itt belül mi? Itt van egy nagy luk. Ez... Aha. Szerintem a másik irányból kéne megközelítsük a problémát, mert ott mintha látnék arra egy halvány lehetőséget, hogy lemenjünk. Mi az, ami itt rám támad? Itt is ezek a gusztustalanságok? Ja. Igen. Hopp. Hopp. Lehet, hogy itt már inkább gyalog megyek. Igen, annak idején a alapjátékban volt, amikor legyőztük a Radant, és utána volt, hogy becsapódott, azt hiszem, egy csillag, vagy nem is tudom, egy meteor becsapódott a világba. Jézusom, ezek meg fognak ölni. Talán nem ölnek meg. Igen, csak nem kéne feleslegesen bekapnom sebzéseket, mert tudom pontosan, hogy mik a mozdulatai. És ennek ellenére folyamatosan kapom a sebzést. Mutant Stone 1. Na, és most? Á, így még értem. Oh, hello. Igen. Igen. Már minden irányba. Oké, na ezt így kéne okosan. Oké. Hopp! Azok ott lógnak a falon. Fú, várjál! Aha, ezek ide le fognak szépen esni majd pont rám, mi? És ha megdobálom őket ilyen poisonos... El is fogyott. Igen, őket el kell tegyem láb alól, az a következő lépés. Egyszerű. A durva, hogy egy ilyen komplet kombó kell hozzá amúgy. Áú. A heavy-vel nem lehet. De
közben le ne essek. Na most viszont nem kapok vissza Estus, pedig örülnék neki. Itt is. Ezt majd később foglalkozunk. Kihasználjuk hosszúságunkat. Hello, szia! Ódarat messzire elér, ő is kihasználta a hosszúságát. Még nem tudtam, hogy ő ilyen hosszú. Isten, le ne essek. Már csak az kéne. Shadow Realm Rune. Ez többeket ad, ez a DLC-s... ilyen palackozott rúna többet ad, mint az alapjátékbeliek. Ugye többre is van szükség nyilván. Azt a rohadt életbe. Nem tudom, jó, hogy én ezekkel időzök, mert gyakorlatilag elfogyok itt a... Ha okosan csinálnám, akkor nem fogynék el életerőben, meg potionökben. De itt minden emeleten, ahova csak ugrok, van legalább egy ilyen. Au. Elakadtam a sziklába. Rettentően félek, hogy leesek. De egyszer leesek, biztos, hogy nem fogok itt emeletenként végigütni mindent. Jó. Igen, sajnos ez a kombó, amit nyomatok, az jó, csak... FP-be kerül, és az ilyen mobokra nem nagyon jó elhasználni. Mikor több ilyen kisebb ellenség van, akkor is mondjuk jól jöhet. És ott van lenne egy rész. Ho-ho-ho-ho-ho-ho. Adódik a kérdés, siessünk-e oda? Vagy továbbra is ezeket a hülyeségeket itt vagdalkozzak. Abból a szempontból megéri ezeket összevagdalni, hogy adnak rúnát. Így viszont még láttam ott egy részt, így egy kicsit bátrabb vagyok. Életerővel szemben is, mert ugye bár ott visszatölt, hogyha leülök. Smithing Stone-okat így gyűjtöm, de hát... ezt nem értem, hogy ilyen heavy-vel miért nem lehet őt megbökni. Igen. Merre vagyunk, kérem? Aha. Aj, mi? Ojajajajaj. Ójjaj, erre lehet menni talán. Hűha. Nem látok, kapcsoljunk lámpát. Ez az. Úgyhogy annyira félek, hogy lesz valahol egy rés, amit nem látok, és... lezúgok, mint a győzelmi zászló. Ne bács! Arra a téletbe. Ezek kis ilyen fonnyat, ilyen szarok, de tudnak sebezni amúgy. Ó,
ahhoz képest, hogy 70 pont van a vigoron, kurva sokat sebez. Még egy vágás, mit kell vele, jó? Na most kaptam vissza két Erstuszt. De már elég rég kaptam ezelőtt. Na és ide le lehet-e ugrani így cson nélkül, vagy... Nem, először csak ide. Nagyon óvatosan próbálok közelítni. Jó, elértünk ide, ez hatalmas, hatalmas eredménynek számít már nálunk. Szintlépés közelében nem vagyunk természetesen. 186.944 kell és 71.000 nő tartunk, szóval. Szóval, se róla. Viszont itt van egy balhalang. Hogy hívják ezt a helyet amúgy? The Fisher. Nem tudom, jól mondom-e. Megvizsgáljuk. Az a baj, lassan van annyi rúnánk, ami amúgy nem sok, de már sajnálnám itt hagyni, ha meghalok. Stone Coffin Fissú. Azt a kurva élet! Ahogy néz ki ez is? Ilyen cseppkőbarlang. De menő. És itt bent is van egy rész. Igen, mert itt ugyebár nem annyi a mapa, mennyit így ránézésre lát az ember, hanem itt alatt, föld felett minden is lehet egyszerre. De ez is nagyon jó hely. Kinézetre. Aztán lehet, hogy egy perccel telik és már teljesen más véleményen leszek róla. De átmenetileg még bejövős. Nem tudok. Az elején nem engedett rálokkolni. Most már igazából meg kéne fogadjam azt, hogy ha ilyenekkel leállok harcolni, akkor azt maximum csak így csinálom okosan, hogy feleslegesen ne veszítsek HP-t, mert nincs. Tehát bünteti, egyből bünteti a játék, hogyha egy picit nem figyelek oda. Jézusom, éppen hogy csak megugrottuk. Oh, hello. Igen, itt bonyolódik, amikor már ketten vannak. Kell játszani. Jó. Fantasztikus. Kongi a rohadt életbe. Na erre számítanom kellett volna. Teljesen megöl legalább. Hát majdnem. Ez a tipikus esete annak, hogy idejöttem egy lootér, ami fabatkát se ér, cserébe majdnem meghaltam. Rohadt életbe, igen. Ezeket ezért utáltam, ezeket a szmötyiseket. Ez új. Mert ezek képesek voltak ilyen dolgokra. Ott is hagytam egy lootot. Glass shard, amit az előbb olvastam, hogy rubbish. Gyakorlatilag folyamatosan mozogni kell. Itt meg csak lefelé vezethet az út.
Nem akarom. Nem akarom. Nem akarom, ez bántani fog. Basz meg, több is van. Muszáj harcoljunk. Én készen állok. Basszem. Nem tudom, mi vagy. Azt a kurva, mennyit sebzel. Te tudod, hogy ennyit sebzel? Amúgy mi is sebezzük őt. Gyakorlatilag két ütés vagyok neki. Ó, na beszorulni nem akartam. Jó. Ez így viszont járható út. De ehhez kéne, hogy kapjak vissza is. Egy kis healt, mert... Ez így csúnya vége lesz. De amúgy ez így... Azt hittem, hogy ez egy balhalang esetleg, de nem. Eleve ilyen furcsa már, hogy itt ilyen ferde az egész terület. És itt egy grész. Vagy innen indultam? Amúgy innen indultam. Na jó, nem baj, leülünk. Leülünk. Igen, így vissza fog teleportálni a két nagy darab, de így akkor már fölfele nem megyünk, mert ott voltunk, hanem egyből lefelé kezdünk. De erre. Igen. Itt van ő. Megpróbáljuk izé nélkül. Jó, őt viszont sebezzük a... buff nélkül is. Ami jó. Viszont a rosszabbik hír az az. Keresem, hogy merre menjünk. Itt volt a másik benga. Valószínű arra kell menni, mögötte el. Csak őt meg kéne akkor ölni még egyszer. Tudjuk őt interruptolni, viszont ő is minket. És ő nagyobbat üt, mint mi. Szinte sejtettem. Ó, beszél, legalább ebben nem haltunk bele. Ott viszont valami nagyon nagy fegyveres látok. Itt mindenhol ilyen bengák vannak. Nem tudok ráugrani. Jó. Ezt olcsón megúsztuk. Úgy látom, itt ezek az alap ellenfelek. Aha, talán hogyha bemegyek egész a hasáig. Ó, viszont ott már... Úristen! Menjünk inkább lefele. Ó, Jézus szí... És itt még le is fogok esni, hogyha... Hűha. Meg lehet seggezni? Meg lehet seggezni. Ez az egyetlen esély. Az a baj, nagyon nem lehet elmenni mellettük, mert minden területet lefednek. Hú, oda kéne eljussak. És ott egy grész, és ott egy ilyen, Mikeláz cross. Nagyon jó. Nagyon jó. Ez kiváló hír. És ez Kedutri fragment. És megérintjük a cross-t. I abandon here my love. Nagyon érdekes. Nagyon érdekes csücs. Mennyi Kedutri kéne, hogy... Kettő kéne, hogy igen, hogy megint erősebbek legyünk egy kicsivel. Tehát még egy akkor kéne, ugye? Mennyi van nálam? Egy. Jó, akkor jól sejtettem. Oké, ezt hogy hívják ezt a grészt? Fisher Cross. És egyébként már látszódik, hogy amúgy nem vagyok rajta a mapon. Tehát, mármint a mapon igen, csak a szárazföldön nem. Tehát itt bent vagyok valahol a föld alatt teljesen. Szóval elképesztő amúgy, hogy
hiába van egy map, és gondolod, hogy oké, akkor az a bejárható terület. Igen, de ezen kívül még bárhol bejárhatsz. Bármit. Oké. És itt lovacskázni se lehet. Szóval... haladunk tovább. Igen, onnan jöttem, akkor erre próbáljunk tovább menni. Nagyon-nagyon jól kinéző ez a rész, ahogy... az a madár? Aha. Keresünk valami dobhatót. Mivel dobjuk meg... mocskos madarat? Hát ez a fendegör, ez jó lesz. Úgyse használok nagyon ilyeneket. Max így. Az ilyen röpködősökre. Már jön is. Le lesz stunnolva meg. Van még egy ellenség. Na ez az. Ettől tartottam. Ez a két madár. De ez egy madár is. Kurva sokat sebez. Ezek ilyen kőmadarak. Rohadt életbe. Talán ma még nem is haltam meg, ez volt az első. Hol vannak a szóljaim? Azaz még jó, megdobtam egy deggörrel, aminek semmi értelme. Smithing szónokat adnak, ezek nagyon mocskosak, ezek a madarak. Fú, de nem szeretem. Hát ezeket kinyírjuk. Ezek robbannak, nem? Nem, csak szétesnek. A rohadt életbe! A gyöngysor pénisz, bazd meg. Itt nincsen semmi loot. Pedig ezeken volt ez a Ghost Glove Wardos loot. Azért... kemény, ahogy kinéz ez. Na merre tovább? Hát gondolom a madár. Valami komolyabb... ilyen távoli fegyverként. Hát kukriból van még pár darab, de az nagyon kevés. Tény, hogy az jóval használhatóbb volt eddig is. Rettenetesen bántóan sokat nem sebez. És mindjárt is fogy. Na jó, adjuk is. Kukrit ki is veszik. Hát kettő darabon maradt igazából már. Na és leesik a madár! Mert múltkor ezen rögtem kurva jót, hogy leesik a madár, hiába van szárnya, igen. És itt feljön. És a vicces az, hogy amúgy nem sok vágás kell, hogy megpusztuljon a madár, de mégis olyanokat tud belém sebezni, hogy csak ámulok és bámulok. Nézzük még meg itt, hogy mik vannak. Nem, mert megrémültem az előbb, amikor meghaltam, mert nem mutatta az iránytű, hogy hol vannak a szóljaim, pedig mindig szoktam mutatni, és nem mutatta. És emiatt eléggé megrémültem, mert már 110 ezer rúna van nálam, és az már egy fél szint, több mint egy fél szint. Mi volt ez a nagy ugrás? Oké. Az ott kicsoda, aki ott ül fenn. Ide fel tudok ugrani? Igen, jó. Ide is. Ott egy madár már megint. De
Nem onnan jöttem? Nem, fölülről jöttem, azt hiszem, igen. Akkor erre tovább. Jó lenne meglepni hátulról, de ilyenkor szokott még egy madár jönni lesből. Így is van. Madár mínusz. Orladjá el. Volt benne, Sweeting Stone. Kérdés, hogy oda érdemes-e elmenni. Most ott is egy darab loot van. Ez a világon bármi lehet. Tehát lehet egy megbaszó kard is, meg lehet egy glass shard, ami rá is. Meg itt vannak még ezek a gyöngysor péniszek, szóval... Lehet, hogy ezt most kihagyom. És inkább megyek tovább erre. Itt is van gyöngysor pénisz, hogyha nagyon akarok. Na ő robban. És mi az, ami lő? Azt a rohadt! Hát ilyet se láttam még. Azt a hüha! Mik ezek te? És még az se pusztult el. Egyre furcsább lények vannak. Igen, és ezeket nem tudom csak így itt hagyni. Megint ott van egy ilyen lövöldözős pénisz. Az a baj, hogy most már nem tudom ezek... De eddig nem talált el! Ja, hogy van egy másik is! Hát ez nem fair. Ó, bazzak, még le is lehet esni. Magasabban lévőt azt el se érem, úgyhogy hagyjuk is. Madár. Nem! Le fog lökni! Vagy megcsöröz. Már is már csak 4 hílem van. Följöttem az éhez, másikhez. Höz. Ja, beszélni se tudok. Rohadt izé. Húha, és ott van még egy. Szemben. És is semmi értékes nincs benne. Hát, nem vagyok boldog. Onnan oda se tudok jutni. Csak innen tudok oda jutni. Már bemért. Maga alá is tud lőni. Most attól félek, igen, hogy ez még itt le akar engem lökni. Amennyire lehet, írtsuk ki ezeket, guruljatok csak szépen tovább, hogy én megnézhessem, pontosan merre megyek tovább. És ezek robbannak. Én úgy érzem, nem voltam ennyire a közelében, de hát ki vagyok én, hogy ezt pontosan megállapítsam. Viszont ez mind plusz róna nekem, ami csak így fölrobban magától is. És ott egy rész. Ugye, ott még nem voltam, ugye?
Ah, itt még nem voltam. Ha, nagyon jó. Tjú. Az a baj, hogy most már viszont nincs olyan nagyon messze a szintlépés, viszont annyi elrakott rúnám meg nincsen. 12.005, 7.005, az 20. 21. 23. Az még mindig nagyon kevés. Sajnos az még mindig nagyon kevés. Fisher Waypoint. Vagy Fizzer, nem tudom, hogy kell mondani. Újfajta csontváz. Agilisabb. És még valaki föntről, és újra élet, tehát mi meg kell egyszer baszni. És ki az, aki dobálgat? Ugye meg. Oh, hello! Agilisabb csontvázak, úgy látom. Ki volt az, aki dobál? Ki volt az? Halljam! Te voltál? Viszlát! Mögöttem valaki életre kelt, igen, hallottam. Hallottam! Csontzenét. Halljál meg! Bejön még az, akit itt lelögtem? Ez nem halt meg. Bizony! Majd most! Suty! Ott felélethetsz. Így van? Úristen, milyen sokat ad. Jaj! Pont most kell egy ilyet? Na jó. Nem akartam kétszer. Nagy testvér. Ő volt az egésznek a atya. Az összes ilyen Dew Gem. Smithing Stone 8-asból 7 darab, mondjuk az jó. Crafting. És itt maradt még kicsikből. Hát ezt nem láttam előre. Basszus. Jó, nem baj. Lehetett volna sokkal rosszabb is. Na majd most. Nem tudom a buffot benyomni. Ez probléma. Ez nagyon nagy gond. És most majdnem 150.000 rúnám itt van, és elhasználtam igazából azokat a buffokat, amit nem kellett volna. Most nyilván újra termelődik ilyenkor, de... Merre mentem? Mert már arra sem emlékszem ilyenkor. Erre azt hiszem. Kivettek belőlem egy potiont. És akkor még itt van ez is. Jó, most azt hagyjuk.
Jó, vele nem foglalkozunk. Megint itt van ez a nagy böhöm, de most nem fogok vele foglalkozni. Egyszer már megöltük. Vele kéne foglalkozni. Jó! Így már helyes. Multilayered Ring of Light. Ez valami vaházslat. Fires a multilayered gold ring of light that continuously inflicts damage. 36 fate kell hozzá, annyink nincs, de nem is fogjuk használni valószínű. Viszont ez örömteli, hogy végre sikerült ezt legyőzni. Ez se volt ám boss, vagy ilyesmi, csak... erősebb mob. Ezeket az ugrálgatásokat nagyon nem szeretem, de sajnos kikerülhetetlen. Mik azok a lila... az ott egy rész már megint? Mik ezek a lila virágok? Nectar Blood Virgin. Minden bizonnyal. Az ott egy rész. Azt nem tudom, hogy ez új rész. Valószínűleg, mert a... őha. Igen, ez egy új grész. Na itt... na most a következő a helyzet. Itt most már... gyanús, mert itt van egy ilyen summoning... pool. És gyanítom, hogy itt egy boss fight lesz. És ezek az állatok, ezek nem meghaltak, hanem ezek mind itt vannak, és nem tudom, mit csinálnak. Nem érdemes levágjam őket, mert nem adnak túl sokat. Viszont még itt helyben kéne csináljak egy szintlépést. Mert ha itt meghalok a boss fightnál, ami elég valószínű, elsőre legalábbis biztos, nem akarnám, hogy egy egész szint oda vesszen. Igen. Úgyhogy szépen nyomjuk be. Nem is kell talán annyira sok, mi 186.009. Jó, hát benyomjuk, ami van. Jó, és pont ez még kell hozzá, és így meg lesz. Jó, akkor így legalább szintet tudunk lépni. Ez már így önmagában jó hír. Hogy mire menjünk. Hajlok a staminára továbbra is, mert arra viszont szükség lesz. Ha a fétre rakok, nem az lesz jobb, amit használok. A dexet nem akarom 80-nál tovább. A mind lehetne még, hogy több FP-m legyen. Esetleg azt, mert 5-öt ad hozzá igazából csak, de... lehet, hogy az nem kell, inkább stamina. Stamina az fontosabb. Na, és akkor nézzük meg, hogy itt ki lakik. Érdekes, hogy mintha imádkoztak volna erre mind az állatok. Granny Courage. Janus. Nem merek a szarvára, hogy főmászni, mert... kéne, hogy innen elvigyem valami, vagy... mondjuk arénának elég furcsa lett volna ez a rész, így valóban.
De oka van annak, hogy itt summonolni lehet. Vagy az állatokat itt meg kell vágni. Lehet. Mert itt nincs semmi. Viszont egyáltalán nem véletlen, hogy ott van egy grace, meg egy ilyen summoning. És azt aktiválhatom maximum. A summoning pult. Jó, mondjuk kezdjük el az állatokat. Lehet, hogy mindet meg kell öljem, és utána lesz ott valaki? Kipróbáljuk. Ezen nem múlik. Már megvoltunk. Találjuk el. Nem tudom, van-e jelentősége, hogy itt levágom ezeket az állatokat. Olyan, mintha imádkoznának, vagy olyan nagyon érdekesen így, igen, így lehasalnak ebbe az irányba mindegyik. Nagyon furcsa. Valami hatalmat éreznének, ami... Nem is tudom. Mindenki halott? Nagyszerű. Kérdés, ha leülök ide, akkor az állatok itt újraélednek? És igen, újraélednek. Igen, mondjuk ezt lehet, hogy az őt kellett volna kipróbálni. Mielőtt ide följövök. Nagyon gyanús, nem tudom, hogy itt mit csináljak. Valamit itt nagyon tisztelnek, vagy nem tudom. Viszont látszólag nincs itt semmi. Ez nem mond újat. Hát figyelj, esetleg leugorhatok. Valószínű meghalok, de lehet, hogy egy próbát megér. Most úgy sincs sok szól nálam. Amúgy hova esnék le? Hát próbáljuk meg. Ma a szóljaim itt lesznek úgyis. Sutty. Ezért. Ezért. Na ez már egy aréna, és itt már lesz valaki. Na jó, hát elővizsgáljuk meg, addig nem buffolok meg semmi ilyesmi. Nézzük meg, hogy itt ki van. Ez is nagyon szép hely egyébként, ilyen lila. Aha, egyből kapom. Ez micsoda? Ő egy lovag? Különt van egy... A lova külön támad. Azt, amicsoda delayed van. Azt hittem ennél többet sebzik belé, de hát... Na, elérkeztünk a boss fightunkhoz legalább. Stone Coffin Fissure. Jelentsen ez bármit is. Jó, hát akkor most megpróbáljuk a buffokkal együtt majd. Nem tudom mennyire fogja megviselni őket, mert nem elég, hogy lovoljon. Még a ló külön is támad, meg ő is külön támad. De amúgy nagyon menő, hogy így gyakorlatilag így semmi beleugrasz.
És ebben nem halsz bele például. Se érem őt. És most halunk. Ja, értem. Szerintem minden betalált, amit rám küldött. Jó, vége. Csak most. Gyakorlatilag arra sem volt ide, hogy híleljek. Elhasználtam, azt hiszem 12 hílem van összesen. Elhasználtam 9-et. És semmire nem volt elég. Meg bebuffoltam mindent, ami van. Semmire nem volt elég. Hát jó. Szerintem egyelőre próbálkozzunk csak így. Simán. Azt néztem csak meg egy pillanatra, hogy még mindig medlódon vagyok-e, mert valahogy egy kicsit lassúnak tűnt a roll effekt. De igazából nem lassabb. Úgyhogy jól sejtettem, hogy ide le kell ugrani. Annyi, hogy max a Blood Flame-et azt betolom. Én se lehetek itt lovon. Vagy én nem lehetek itt lovon, gondolom. Majd azt is kipróbáljuk, bár... itt még nyilván nem, de lent, amikor leesek, kipróbálom. Meg addig szerintem felesleges bebuffoljak, amíg nem ismerem így a mozdulatait. Ja, most egy kis időt eltöltünk itt. Legalább... ennek a területnek a bosszát is megtaláltuk. Nem tudom, hogy éljük túl ezt a hatalmas esést, de... de túléljük, kemények vagyunk. Na, nincs ló. Próbáljunk meg most túlélni egy kicsit. De valamilyen négyszeresen kés lehetetett. Dobja. Nem dobta. Azt néztem közül, hogy valami poison-t, ilyesmit legalább nem csinál. És lerohan a ló, érted? De ha a lovat kikerülöm, akkor meg a másiktól kapom. Ha-ha-ha!
Nem var... Most megvariálta, nem? Mintha megvariálta volna kicsit a mozgását. Most nincsen delay. Eddig volt. Jön a ló. Jó. Tölt vissza? Nem, nem tölt vissza az élete talán. Nem figyeltem, de most direkt nem sebeztem az erején, főleg nem is próbáltam meg, mert kicsit a mozgását akartam. Egy picit közelebbről megismerni. Mindenesetre érdekes. Azt nem tudom még, hogy amikor leszáll a lóról, a magas lóról, hogy akkor hogy lehetne kidodzsolni azt a dupla támadást, hogy először a ló az lerohan, és aztán ő támad. Hogy azt hogy a fenébe lehetne kidodzsolni. Olyan tidélyes támadásai vannak, basszus, nagyon nem érzem. Olyan hatalmas sebzéseket visz be. Ő is, meg a ló is. Ezt nem is tudom, hogy lehetne. Tényleg a Wondrous Physic az mit tud nekem? De az is még amúgy sebzéshez ad hozzá, nem? Negates damage received és boost fire attacks. Tehát ez gyakorlatilag a buffomhoz jön hozzá. Megpróbáljuk. De az a baj, hogy nem tudom végig bevinni se azt a kombót. Ha be tudnám végig vinni azt a kombót, akkor azért ott összeadódna a sebzés valamennyire talán. Egyszerűen nem tudok neki bevinni többet. Egy kicsit jobban elkezdtem sebezni ezeknek köszönhetően, de olyanokat bevisz nekem. Jó, egyelőre buffok nélkül kell megpróbáljam tényleg kiismerni. Úgy érzem, itt el leszünk két darabig. Van még idő. Megnézzük, hogy hát, ha esetleg jobban ki tudjuk ismerni. Rengeteg delay-es támadása van. Pedig tudtam, de mégse tudtam kikerülni. Most direkt nem is akartam vágni. Ja, és Frost Damage-et build el egyébként fölfele. Ez meg még szebb az egész történetbe.
Igen, tehát nem is tudom úgymond olyan mozgékony, nem érem utol, hogy megvágjam. Azon gondolkodom, hogy ezt a fire talizmánt addig viszont leveszem, mert a damage negation-emet leveszi, és fire sebzés most még nem csinálok. Esetleg egy ilyet. Megnöveli a védekezésünket, a HP maxon van. Hát ugye ehhez maxon kéne tartani a HP-t, ugye vissza kéne hírelni, de hírelésre sincsen nagyon lehetőség. Úgyhogy így kemény. Így nagyon kemény a dolog. Megnézzük most így. Egyáltalán meg tudom-e vágni. Egyszer megvágtam. Átmegy rajtam kétszer egymás után a ló, meg a knight is, és vége. És érdekes, a ló hátából úgy valami, nem is tudom, valami pajzs, vagy mi az, ami jön? Semmit nem ért egyébként ez a talizmán. Azt kell mondjam. Poise. Attack power. Defense. Ez eddig nem volt rajtam. Az attack power-em nagyobb legyen, amikor maximum vagyok. Hát igen, de nem sokáig vagyok maximumon. Viszont akkor lenne egy olyan is, hogy hát ez se sokat ér. Legalábbis nem éreztem nagyon a jótékony hatását. Mert van egy olyanom, hogy attack power when HP is low. Tehát, hogy akkor is, ha kevés a HP, meg akkor is, ha nagy a HP-m, nagyobb legyen a sebzésem. Aztán kiderül, hogy ez mire elég. Lehet, hogy egy Wondrous Physicet azért betolok. Próbáljuk ki. Igazából vesztenivaló nincs. Próbáljuk meg így. Levegőbe be lehet-e tolni? Mert lehet legközebb kipróbálom az ilyen Physicet például be lehet-e tolni. Levegőben. Ha utolérem, akkor pillanat alatt megbasz. Nem sokat sebzik belé. Igen, ez a Dex Build-el, ez az egyetlen bajom. Nagyon jó, nagyon szeretem, viszonylag gyors, hogy a kis helyeken már problémás, mert bele tudok adni annak, akiba a falba. Semmiképp se akarok két fegyvert használni a két különböző kezembe, mert azt nem akarom. Ez egy ilyen saját hülyeség, hogy azt nem akarom. Viszont így nagyon nehéz lesz. Nem lehet meginni levegőbe a Wondrous Physicet. Közben nem szabad healen. Amúgy ez nem volt olyan rossz. Nem volt olyan rossz, azt kell mondjam.
Az elején még dodzsolni is sikerült, bevinni is sikerült egy pár vágást. Az a baj, hogy most pont itt semmi értelme annak az esofornak, ami nekem van. Pont itt semmi értelme nincs. Pedig ha bármilyen kevésbé mozgékony ellenfél van, akkor az szét lehetne szedni vele bárkit. Így viszont kevésbé. Pedig most azt hiszem, mintha rájöttem volna, hogy hogy tudom kikerülni a lovas és a, ez a, ezt a kettős támadást, hogy tudom kikerülni. Ha jól vettem észre, akkor a lórásolását jobbra lehet dodzsolni, a knight-ét pedig előre. Ha jól figyeltem meg, aztán kérdés, hogy jól figyeltem-e meg. Másik dolog, hogy igazából nincs időm bebuffolni. Beesek az arénába, és nincs igazából idő, mert egyből kezd a fight. Éppen, hogy csak betudtam az előbb is. És pedig csak három dolgot csináltam, tehát még a negyediket be se nyomtam. Bár igazából nem sokat érnek, ahogy észrevettem. Kész. Mondjuk most megsebeztem. Viszonylag hamar megsebeztem egész jól. Tény, hogy két vagy maximum három ütésből halok, de most sebzem is. Tök jó lenne, hogyha levegőben be tudnám buffolni magam. Az tök jó lenne. Mondjuk itt kezdem ezzel. És itt nem tudok egy kézre váltani, hogy buffoljak. Na mindegy. Kezd menő, ahogy így esek. Másik problémám ezeknél a bosszoknál, hogy kurva nagyok, kurva mozgékonyak, és semmit nem látni belőlük. Ha rá vagyok lokkolva, semmit nem látni belőlük. Még egy olyan jutott eszembe, hogy és akkor mi van, akkor tudok a levegőbe buffolni, hogyha még az esés előtt kiveszem a két kezemből a kardot. Mondjuk ezt benyomjuk most. Kivettem a két kezemből. Esem. Aha, nem lehet. Egyiket se, másikat se. Tehát a levegőbe egyáltalán nem lehet. Pedig ez lenne az igazán király, hogy közben. Aztán megint a blade-emet.
és balról is tud jönni a ló. Viszont azt úgy láttam, azt bármelyik irányba el lehet dodzsolni, vagy csak mindig a... Nem, szerintem mindig csak a távolabb irányba lehet őt eldodzsolni, van egy olyan érzésem. Na jó, hát lassan következik az az időszak, amikor be kell vessük a mimiket. Sajnos így be kell látni, hogy túl sok esélyem nincsen belátható időn belül. Ha órákig próbálkoznék, akkor lenne esély talán. De mivel szeretnék majd haladni a sztoriba, ezért bekevessem most már a mimiket. Hello, hello, Nick! Mi a helyzet? Éppen így próbálkozok egy bosszal, nagyon kevés esély van most per pillanat. Próbálok én mimiket, nem tudom, hogy ez mennyire lesz. Még így is meg fogok halni jó párszor, van egy olyan érzésem. Nem akartam kétszer. Á, Istenem, de hülye vagyok. De is miért engem támad? Fű. De a mimiknek is már levette a fél életét amúgy. Azért az kemény. Jó, mondjuk okosabban is meg lehet ezt csinálni biztosan. Mi a helyzet, Nick? Mind a kettő. Az a faj, hogy mind a kettő. Elég nehéz is. Mondjuk, hogyha több időt ölnék bele, akkor talán annyira nem lenne nehéz. Baromi sokat sebez. Elképesztő sokat sebez. És ugye hát többen vannak. Így, hogy ló is külön tud támadni, meg ő is. És hát a karakterem is nagyon gyenge. Úgyhogy emiatt kezdtem el a részben, emiatt is kezdtem el a strength-es karakteremet, mert el akarom azt is vinni a DLC-ig, és lehet, hogy azzal is meg fogom próbálni ezeket a dolgokat majd. Miért nem a... Nem a mimiket támadja, bazzeg! Nézd meg, a mimik itt van, bebuffol minden, és leszarja a mimiket. Szó szerint leszarja a mimiket. Vagy más kérdés, hogy szarrá keféli. Így is, úgy is. Mondjuk az a jobbik helyzet, hogy van konkrétan egy részem ide. Tehát esetleg vissza tudok jönni majd később, hogyha még mimikkel együtt se tudom ezt megugrani. Egyelőre nagyon úgy tűnik, hogy így is komoly problémáim vannak. Esetleg visszarakhatnék talizmánokból. Bloodloss. Az a baj, hogy olyan nagyon... Nagyon nem kap Bloodloss, mert nem tudom sokszor eltalálni. Ugye Fire Damage-et kaphatna, hogyha Fire Blade-emmel meg tudnám ütni, de nem nagyon tudom megütni. Emiatt nagyon nem egyszerű. És most megkockáztattam, hogy hát most mimikkel is nagyon nagy szenvedés. Amúgy. Pedig hát... Mimikkel azért nem kéne, fullos mimikkel ugyebár ráadásul. Úgyhogy így elég gyengék vagyunk.
nem érni el. Harcjon egy kicsit a mimik. Mindjárt meghal a mimik. Nézd meg. És nem érem el, pont nem érem el. És mimik off. És mindjárt én is. Ja, hogy megdobsz. És most mi történik? Ez új. És még Frostbite is. Learned. Köszönöm szépen a követést. Fazmusztál néhány kört, Remnant 2-t is legtöbb boszt szórakoztatónak találod, és nem ment rosszul alakul. Hát, a mimik amíg él, addig, tehát az a baj, tudod, hogy a próbálnám, hogy a mimikre agrózzon, de ez talán az első olyan boss, amelyik nem feltétlen alakul, olyan nem feltétlen agrózik rá a mimikre. És nem egyelőre nem találom a titok nyitját, még mindig ilyen új támadásokkal még előrukkol még bőven a ez a boss, mire nem vagyok teljesen felkészülve. De eddig ez volt a legjobb próbálkozásom valóban. Ilyenkor a mimik megvan, ilyenkor nem merem még a buffokat magamra tolni, mert nincs idő. Ezeket kidodzsoltam. Itt a másodikat már nem sikerül. Itt kezd talán a mimikkel foglalkozni. Most van időm. Ezeket benyomni. De már rám dobja a szarját. És nem értem el. Ott a második kombinációval már nem értem el. Itt vagyok a mimiknél. És rám dobja még mindig, érted? Most fordult rá. De mivel folyamatosan itt ellovacskázik. Nem érem el, az utolsó vágással értem el összesen az egész. Micsoda, hogy több célpontra is rámegy a... Ezt még már nem tudtam. Durva 13 poti... Esélyem nincs elhasználni se a potikat. Hiába van 13 potim, nincs időm használni. Ha nem lenne ott a mimik, akkor szó szerint nincs időm használni potit. Tehát igazából ezt majdnem, hogy nulla potival kéne megcsinálni. Ezek a boss fightok ezért nehezek, mert hiába úgymond felhúzod magad, meg csomó potid van, meg stb. Itt például látszik, hogy semmit sem ér, hogy hány potid van. A világon semmit nem ér. És lehetne 90 potim is, pontosan ugyanitt tartanék. Szó szerint. Eleve ugye egyet elvesz, hogy a mimik után élelnem kell, mert levesz életet. Hát ez hihetetlen. Olyan delay-t kaptam megint. Olyan delay-esen vág ez a mocskos. És érted, még a negyed életét se vettem le a bossnak, és már a mimiknek is csak fél HP-ja van. Tehát a mimik is kevés ehhez.
Lehet, hogy még nem kéne itt legyek amúgy ezen a területen, sőt, egyre inkább így gondolom, de a területen végig tudtam magam verekedni mindenféle mimik nélkül. Itt a boss fightnál vannak gondjaim. Úgyhogy még párszor megpróbálom, de esélyes, hogy ide majd később kell visszatérjek, mert ide kevés leszek így. Még mimikkel együtt is, ami azért már elég durva. Gyönyörű. Három vágása volt, mind a három betalált, és vége. Gyönyörű, mert az első az delay-es, a második nem, és a harmadik sem. De az a baj, hogy még ezt is variálja, hogy melyik lesz a delay-es, melyik a nem delay-es. Úgyhogy igen. Fő van adva a lecke rendesen. Úgyhogy próbálkozunk. Adjál! Na most jön ez az újdonság. Nem tudok hílelni, érted? Nem tudok hílelni. Nincs időm hílelni. És még a frame-emet is elveszi. Még az FPS-em is leesik ilyenkor, amikor nyomja ezt a kék szart. De amúgy megint most egy kicsit sikerült talán tovább jutni. Egyszerűen nincs idő hílelni. Nincs. Most már a... Egyre több támadását most már talán kiismerem, de hát... Én úgy érzem, messze még a megoldás. Sutty! És nagyon érdekes, hogy a mimik, érted, ott vagdalja, mint az állat, és le se szarja. Nagyon érdekes számomra, de hát... És ezt nem mindig lehet kivédeni. Még is benyomta. Most jön megint. Nem vette be a heal gombomat. Mi? Micsoda? Na jó van.
Még a feléig se érek el a HP-jába, és így megvadul. Nagyjából most már az első fész, az most már azt mondom, hogy van, hogy túlélem. Az első fész, de hát utána küldi ezt a Frostbite-ot így a földre. Fel tudok ugrani, de aztán ha leérek, ha ugyanoda érek le, akkor is kapom a sebzést. És akkor utána még célzottan az én sávomba küldött még Frostbite-ot, még pluszba. És utána még jön rásolgatni. Szóval... És az elején is ezzel a dupla támadással kezd. Igen, low. Ő. Low 2. Knight 2. Most kéne a mimiknek csinálni a valamit. Ne velem foglalkozzon. De velem foglalkozik. Épp hogy nem ért el. Kurva delay. Nem. Interruptor. Igen, most jön ez, amilyen az erő. Most ezt megúsztuk. Mimik? Mennyi sebzést ad már egy ilyen kurva sávval? Mimik mindjárt meghal. Én is, mondjuk legyen kérdés. Mimik off. Jó, hogy ez a világon mindenkire érvényes. Értem, tehát még maga mögé is közvetlen maga alá is csinálja a Frostbite-ot. Most már legalább ilyen majdnem egyharmad életét levettem. Levettük a mimikkel, de hát a mimik se él sokáig. Mondjuk messze ez volt a legjobb próbálkozás, amúgy. Messze-messze. Sebzésből viszünk be nagyon keveset. Ez a Dexterity Build-nek ajzéje. Szerintem ezt nerfelhették, mert régen nem vitt be ilyen keveset. Vagy lehet, hogy csak a Nagakiba, így ez egy kézzel... Az... Nem tudom. Nem tudom. Alapjátékban bőven elég volt a Nagakiba. Bőven. Ordibál egyet a ló és sebződik tőle. Az első nagyobb sorozatot be lehetett vinni neki végre.
most kellett volna valahogy elszakadjak tőle, de nem sikerült. Mert megint bevitt olyan három izét, csapást, hogy nem lehet előle kitérni. Legalábbis nekem nem sikerül sehogy se. Pedig most bekapott több sorozatot is, ami jónak tűnt. Amúgy ez a járható út egyértelműen, legalább ezt megtaláltuk. Vagy mikor lesz olyan szerencsénk még egyszer, mint most? Az egy nagyon jó kérdés. Viszont úgy emlékeztem, hogy ez a Wondrous Physique, ez HP-t is ad, ezek szerint nem. Jobb próbálkozások közé tartozik. Ezért menekülök, hogy hírálni tudja. Élet. Így jár ide. Mimik szinte halott. Hát ez hihetetlen. Eddig simán kivédtem ezt a két fajta mozgás mozdulatát, most meg nem tudom. A mimik meg pont most kapta meg a végső csapást, ami még ott a végén. Az igen. Az igen. Ezt mondjuk már az elején elkúrtuk, de... De attól még megpróbáljuk nyilván. Az elején mindent kivédtem. Nem követni. Ha
Nem is tudom, milyen mozdulat volt. Ilyen kevésebb, az ki. Nem tudom, hogy lehet. Még lett volna két potionem, de nincs rá idő, hogy betoljam. Így is be tudtam tolni 11-et. De ezt is csak a mimik miatt, mert addig valamennyire lefoglalja, nem nagyon, egy nagyon picit. Maximum, de... Én úgy érzem, ez még erősödnünk kéne, mert ide nagyon kevesek vagyunk most még. Direk már nem tudom, hányszor respekkeltem. De valahogy semmi nem adja. Rosszat iszom. És a ló az rám jön. Azt a rohadt is rám dobja. Hihetetlen. Ez mekkora geci? Mekkora geci, bassz meg. Rám küldi a izét, még pluszba a Frostbite-ot, még megdob a szarjával, és utána még rám rásol lovastul. Egy igazi buzi. Egy igazi buzi. Az baj, ezzel a fézével már nem nagyon tudok mit kezdeni. Az elsőt azt nagyjából most már kezdem megtanulni. De ezzel a másodikkal, amikor hozzá se tudok érni, mert vagy a levegőben van, vagy távolról megbasz ezzel a Frostbite-tal. Már nem tudom, ott már mit csináljak vele. Nem tudok sehova menni. Hiába ugrom, felugrom, amikor bejön alám, de akkor is sebez, amikor visszaérek a földre. Szóval... Nem túl jó a helyzet, maradjunk annyiban. Mindkettőnket sebzett. Nem érem el őt, baszik. Nem érem el, érted? Ő engem elér. A világ végéről is. Nem érem utol. Érted? Én itt nem tudok lovacskázni ugyanúgy. Mi még vagdossa? Figyeled? Hátra szaltóból baszott meg. Miről beszélünk? Hát jó.
Érdekes, érdekes. Már mapot se tudok nyitni esés közben. Mondjuk az valahol érthető. Bebuffolni maga. És figyelj, rámegy így, de a ló az rám jön, meg utána ez a távol, ezt elébasztam el, mert kétszer csinálja, de már emlékezhettem volna. És a delay-es. Jó. Ezzel most jelenleg nem tudok mit kezdeni sajnos, itt a mimik is már... Olyanokat kap szegény mimik is, hogy érted, fullos mimik, teljesen felfejlesztett mimik, mindent is kap szegény. Na jó, srácok, szerintem egyelőre ennyi lesz. Úgy érzem, hogy erre a területre kurva kevesek vagyunk jelenleg, de legalább ide is eljutottunk, ami azt jelenti, hogy ezt a déli területet kezdtük felfedezni, viszont szerintem ide majd később visszatérünk majd, legalább megvan ez a Grace, hogy konkrétan ide tudunk majd jönni a boss fighthoz. Jelenleg baromi kevesek vagyunk hozzá, de visszatérünk majd szerintem akkor, amikor erősebbek leszünk. És hát nem azt mondom, hogy már most nekirohanunk ki kelet felé, de szerintem még ezen a területen itt azért még vannak üres részek, úgy látom, meg esetleg erre nem tudom, hogy milyen ellenségek várnak ránk mondjuk így ezen a területen, bár itt is már így valamennyire elkezdtem bejönni ebbe a térségbe. Szerintem ezt az irányt is meg fogjuk nézni, hogy hát ha itt tudunk egy kicsit jobban fejlődni, illetve teljesen itt van ez a felső rész, és ez még teljesen érintetlen általunk ez a rész. Lehet, hogy ott kéne még egy kicsit fejlődjünk, illetve az egy könnyebb terület talán, nem tudom, tippelek, megnézzük. És szerintem majd innen folytatjuk. Valószínűleg jövő hétre tenném, mert most lesz egy kis szünet, egy pár nap nyaralás is lesz most így nyáron, úgyhogy jövő hét körül lesz szerintem következőleg stream, úgyhogy köszönöm szépen, hogy velem tartottatok ma is, tartsatok velem legközelebb is, jó pihenést kívánok mindenkinek, sziasztok!